barátaim, és szekvisz. Igen, ott a kulcs. Megérkeztünk ide az autónkhoz. Ezzel fogunk elhaladni a szálláshelyünkre. Meg itt furikázni egy kicsit ez a csodálatos szigeten. A gyerek úgy látom már próbálja is a rendszert. Na, akkor nézzük is meg, hogy hogyan működik a dolog. Na kérem szépen, hát akkor már indulunk is innen a parkolóból. Kitolatunk. Hogy van itt? Ja igen, olyan irányba kell menni. Kicsit úgy van kitálva ez a parkoló, hogy lehetőleg meg kelljen kerülni az egész parkoló részt. De most legalább látszik így, hogy kisütött a nap, hogy milyen szép ez a vidék. Mindjárt itt van valami cikáros ismertetés. Igen, úgy láttam, hogy hátul a Krisztián is már élvezi a helyet, mert húzigálja, trollkodja az övemet. Itt nagyon fontos szabály a Nerifén, hogyha a gyalogosok átjönnek, akkor rá kell őket engedni. Mert ha rálép a zebrára, és nem engeded át, akkor tiszta idegroncsok. Meg amúgy meg se áll, mert úgy gondolja, hogy neki elsőbsége van. És nem úgy van ám ez, mint Magyarországon, hogy akkor van elsőbsége, ha megadják, itt általában megadják. Ha nem, akkor ugye kórházi ellátás. Na, szóval mindenki dőljön hátra, és élvezze a tenerifei növényzetet, ami itt uralkodik már a reptéren. Hozzáteszem, hogy ez a délvidék, itt ezek mind ilyen betelepített növények, tehát itt a pálmák nem természetesen nőnek, locsolgatják őket, mert ezen a sivatagi éghajlaton nem nő más, csak kaktusz a déli parton, de hát, hogy ne legyen olyan sivár, sóderbánya jellegű, ezért ideültettek a látogatóknak egy pár ilyen fát, hogy látszódjon, milyen szép. Remélem, látszik itt a képernyőn is, hogy milyen jó és milyen szép ez a vidék. Nos, akkor hamarosan kihajtunk a közútra, aztán indulás. A sziget hosszában mintegy 80 km, keresztben 60, a teljes partszakaszát végigutazva összesen 250 km-t lehet csodálatos, trópusi környezetben autókázni. Ideérkezve rossz időtől nem kell tartani, a klíma kirándulásra és strandolásra egyaránt alkalmas. Micsoda növényzet! Gyönyörű virágok, kérem szépen. Piros nem tudom én micsoda, és ott szemben pedig a tejde. Hát ez fantasztikus látvány itt a pálmasoron. Mondják azt, kérem szépen, hogy nem az, akinek nem tetszik. Hát nem gyönyörű szép? Több városokat autópálya köti össze, mely csaknem Tenerife teljes partvonalát követi. Az utak általában rendezettek, jó minőségűek, ugyanakkor a folyamatosan fejlődő szigeten a forgalom általában élénk. Különösen a part közelben, azokon a vidékeken, ahol a turizmus jelentős létszámú közlekedő látogatót eredményez. Már meg is érkeztünk, nincs túl messze az első szálláshelyünk itt az autópálya kihajtóról. Le kell jönni rögtön az első a reptér után. Los Abrigos melletti Las Chafiras település déli részén van a szállás. Viszonylag közel ahhoz a San Migueli kikötőhöz, ahol állítólag még tenger alattjáróval is lehet merülni, ami általában egy jó programja ennek a vidéknek.
És hát jó hír, nem jó hír, ki hogy kezeli. A tenerifejek nagyon-nagyon szeretik a körforgalmakat. Van vagy 1 millió legalább belőle. Hát, ha szeretjük, ha nem, ezt viselni kell. Rögtön be is állunk a helyi csúcsforgalomba, úgy látom, ahol a kerékpárosok elállják az utat. Itt megtekinthető a autós kamerán. Mindjárt bejutunk a körforgalomba, aminek a szemközti oldalán ki is hajtunk. Ott van a mi kijárónk. Ha az ember útnak indul Tenerife déli vagy keleti partján, főként vulkáni tájon és félsivatagon keresztül utazhat, melynek kopárságát feldobják a körös körül elhelyezkedő kürtőhegyek. Azonban a part mentén utazva, modern üdülőtelepüléseket érintve gyönyörködhet az Atlanti-óceán szépségében az utazó. Ilyen például úti célunk is, mely a repülőtérhez közel fekszik. A nagy üdülőtelepülések egyébként általában a délnyugati és a délkeleti partszakaszon találhatók, ahol az állandó napsütést ritkán zavarják esőfelhők, ugyanakkor a keleti, afrikai szelek folyamatosan simogatják a szállodák és apartmanok szegélyezte, magasra növő pálmákat. Kérem szépen, meg is érkeztünk ide a mi kis apartmanunkhoz, hotelunkhoz. Keresünk egy jó kis helyet itt a parkedzsóba. Aztán akkor elhelyezkedünk. Íme a fairway club. Itt lesz a mi szállásunk. Ez az árnyékos pálmás. Itt pont jó lesz. Na kérem szépen. Nos kérem szépen, Tenerifén ilyen változékony az időjárás. Egyszer felhő, egyszer tiszta ég, egyszer szélcsend, általában szél. És mivel ilyen jó idő van, megérkeztünk ide az apartmanunkhoz. Be is mutatjuk akkor, hogy egészen pontosan hol vagyunk. És erre mi a legalkalmasabb? A gyerek. Mivel jó idő lett, nem kell már kabát, ugye, ellenben, hogy a feje ne égjen meg, fölvesszük a sepegot. Mindegy, fordítva. Számít az neked, fiam? Ugye, hogy nem? Na kérem szépen. Nézzük meg a kis hasát. Gyere, fogjál meg itt. Itt található a Kanári-szigeteknek a 7 sziget csoportja, amiből, így sorba mondom, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro talán, és nem, El Hierro, és ez a La Palma, igen. És itt vagyunk Tenerife-n, központi szigeten, ez a leglátványosabb hely, ugyanis itt van a legtöbb érdekesség. Ha megnézzük a szigetet, annak is itt a déli csücskétől egy kicsit keletre, itt található Las Jafiras, ahol a Fairway Club már alig várja, hogy berendezkedjünk. Befoglaljuk. Igen.